Nem. És ennyi lett volna a mai disputa, megköszönöm a figyelmeteket, találkozunk! Na de, komolyra fordítva a szót, milyen is lett a Joker kétszemélyes T-Boy? A nagyon sikeres 2019-es Jokernek a folytatása, de igazából el sem mondom ezt a bemutató szöveget, mert úgyis tudjátok, hogy miről van szó, hiszen az utóbbi időben, az utóbbi egy hétben rengeteget lehetett hallani erről a folytatásról, hogy mennyire rosszul sikerült, hogy milyen katasztrofális, borzalmas, tényleg én nagyon sok mémet láttam a témában, nagyon ekézi mindenki ezt a filmet, a kritikusok nagyon lehúzták, és a közönség is utálja. És én úgy voltam vele, hogy nem nézem meg ezt a filmet a moziban, mert hallottam több dolgot is róla, például, hogy musical, ami mondjuk pont nem zavart engem, mert szeretem a musicaleket, de azt is, hogy egy tárgyalótermi dráma, ami nekem már egy kicsit unalmas téma. Szóval gondoltam, majd szépen megvárom, amíg kijön streamingre, de annyira nagy visszhangot váltott ki ez a film negatív értelemben, hogy gondoltam, ezt én nem hagyhatom ki. Felébredt bennem a katasztrófa turista, fogtam magam és elmentem szépen a moziba, hogy jól megnézem magamnak, hogy tényleg annyira rossz-e a Joker kétszemélyes T-Boy, és azt kell, hogy mondjam, hogy bárcsak annyira borzalmas lett volna, mint amennyire mondják. Történetünk szerint Arthur Fleck az Arkham elmegyógyintézetben van, és várja, hogy sor kerüljön a tárgyalására, hiszen megölt az előző filmben 5 embert, illetve 6-ot, de csak 5-ről tud az ügyészség, és hát próbálja megélni azt, hogy egy sztárkultusz alakult ki körülötte a külvilágban, film is készült az életéről, mindeközben pedig bent az elmegyógyintézetben találkozik Harley Quinnnel, aki egy igazi Joker rajongó, és nagyon fontos, hogy ő Jokerért rajong, nem Arthur Fleckért, szóval folyamatosan arra biztatja Arthurt, hogy ragadja meg ezt a Joker személyiséget, és hát váljon egyé vele. Mindeközben pedig Arthur ügyvédje pont az ellenkezőjére biztatja, és azt mondja neki, hogy válasszák külön a tárgyaláson ezt a két személyiséget, Arthur Flecket és a Jokert, mert csak így van esély arra, hogy elkerüljék a halálbüntetést, és Arthurt valami mentális betegségekkel kapcsolatos intézetbe utalják be, ahol majd aztán persze kezelni fogják, de ez még mindig sokkal jobb nyilván, mint hogyha kivégeznék, szóval erre akarja felépíteni a védelmet. Arthur pedig ott van középen és próbálja kitalálni, hogy mit is kezdjen magával, ki is ő valójában, hogyan viszonyuljon ehhez a Joker personához, és a filmnek mondjuk a fele erről szól, aztán pedig jön a tárgyaló termi drámás rész, konkrétan ott leszünk a tárgyaláson, és meghallgatjuk majd az érveket, az ellenérveket, és hogy mi is a diagnózis, és mi is a vád Jokerrel, Arthur Fleckkel kapcsolatban. Hát remélhetőleg ti már nem érzékel, mire megvágom ezt a videót, de elég sokat szenvedtem ezzel a történet összefoglalóval, mert hogy nem túl sok minden történik ebben a filmben. Tulajdonképpen az, amit elmondtam, ez inkább megint egy ilyen karakterdráma, de karakterdráma közül is van olyan, ahol azért eljutunk A-ból B-be, és ahol sokkal kevesebb haladás történik. Egyébként az előzőre, vagy az elsőre jó példa a Joker első része, a 2019-es, hiszen ott egy abszolút haladást láthatunk, hogy a különböző környezeti hatások hogyan formálnak egy embert, és mi is válik ezáltal belőle. Itt inkább azt nézzük meg, hogy a következményekkel hogy birkózik meg Arthur, ami azt is jelenti egyben, hogy tulajdonképpen újra mesélik az első filmnek a történéseit, ami nem túl izgalmas, hiszen pár évvel ezelőtt láttuk, és tudjuk, hogy mi történt benne. Szóval ennek a hatásait nézzük meg Arthuron, és nagyon érdekes szerintem, hogy azok a témák, amiket feldob a film, azok tök jók. Például, hogy a sztárkultusznak milyen hatása van az emberekre, vagy hogy a társadalmi elvárások hogy formálnak minket, hogy milyen nehéz nekik megfelelni, és hogy egyáltalán milyen elveszettek tudunk lenni a között a rengeteg elvárás között, amiket a környezetünk ránk borít. Ezek mind-mind baromi jó témák, de nem több mint 2 órában elmesélve. Végig az volt az érzésem, hogy ezt egy másfél órás filmé kellett volna tenni. Nagyjából a film negyedénél már világos volt számomra, hogy milyen üzeneteket akar a rendező Todd Phillips kommunikálni, vagy lehet, hogy inkább Joaquin Phoenix kéne mondani, hiszen az ötlete volt, hogy csináljanak egy folytatást. Todd Phillips alapvetően lezártnak tekintette az egy film után ezt az egész újkori Joker történetet. Minden esetre Phoenix azt mondta, hogy van egy ötlete, legyen ilyen zenés dolog az egész, és hát fókuszáljanak erre, amit majd a filmben is fogunk látni, a környezeti hatásokra, a társadalmi elvárásokra, és hát szerintem, ahogy ezt mondtam, egy sokkal rövidebb filmben kellett volna elmesélni. A legnagyobb bűnösnek én a musical betéteket tartom, amiket amúgy nagyon szoktam szeretni filmekben, én abba a kisebbségbe tartozom, aki szereti a képregényfilmeket és a zenés filmeket is, nagyon kevés ilyen ember van szerintem, és nagyon vártam, hogy milyen számok lesznek a Joker
Jokerben, már csak azért is, mert a zeneszerző megint Hildur Gudnadottir volt, aki olyan fantasztikus számokat szerzett az első filmen, hogy fú, nem lehet túlértékelni, és az eredeti zenék most is nagyon jók voltak, nagyon creepy zenék vannak a Jokerben, de a musical számok, hát azok többnyire csak áthangszerelt, már ismert számok voltak, amik hát nem voltak szerintem annyira átütőek, talán egy vagy két számot tudnék mondani, ami úgy nagyobb hatással volt rám. Nem mintha mondjuk Lady Gaga nem rázná ki kisújból ezeket a számokat, vagy Joaquin Phoenix nem bizonyította volna már, hogy tud remekül énekelni, gondoljunk csak a Nyughatatlanra mondjuk, de egyszerűen nem volt túlerős funkciója ezeknek a számoknak. Arról van szó, hogy már az első énekes betétnél is azt éreztem, hogy az előtte lévő jelenetben tökéletesen elmondják, hogy miről van szó. Nem kell ezt tovább a musical számmal ragozni, mert redundáns volt az egész, holott pont arról kéne szóljon egy ilyen zenés betét, hogy hát már kevesek a szavak, és azt a túlcsorduló érzelmi hullámtengert csak úgy tudja kiadni magukból a szereplők, hogy dalra fakadnak. Na itt egyáltalán nem volt ilyen érzésem, végig azt éreztem, hogy folyamatosan csak összefoglalják nekünk, vagy jobban kifejtik valamivel azt, amit az előtte lévő 10 percben már elmondtak. Szóval én a musical betétek közül talán kettőt leszámítva mindet kivágtam volna a fenébe, nagyon untam többnyire ezeket a részeket, pedig ahogy mondom, elégedett voltam a színészekkel, egyébként ha már róluk van szó, amúgy is jól teljesítettek szerintem, bár Lady Gaga karaktere, Harley Quinn alul volt írva, nem véletlen, hogy mondjuk a képregény fanatikusok, hát finoman szóval sem kedvelték meg ebben a filmben Harley Quinn új verzióját. Mindenesetre, amit hoznia kellett, azt lehozta, Joaquin Phoenix pedig, hát most is zseniális, tehát ő egy rendülésével is annyi érzelmet tud átadni. Szerintem pont ezért éreztem sokszor fölöslegesnek a musical betéteket, mert egy 5 másodperces szemöldök ráncolásával több érzelmet tudott kommunikálni, mint egy 2 perces énekes betéttel. Szóval tényleg fantasztikus színész, de hát ennek úgymond legalábbis az én esetemben megvolt a hátulütője is, mert nagyon hamar, nagyon sok mindent el tudott mesélni a testével, az arc kifejezéseivel, és ezért a szavak sokszor fölöslegesé váltak. Természetesen azt most is ki kell emelni, hogy a technikai megvalósítás nagyon-nagyon jó volt. Baromi jók voltak például a helyszínek, nagyon tetszett, amilyen kellékeket és amilyen színeket válogattak, nagyon színes sokszor az egész film, különösen Arthurnak az ilyen elképzelt eszképista jelenetei, amik a fejében léteznek, hát azok baromi jók voltak. Nagyon tetszett, hogy felvették a filmet, ugyanaz volt az operatőr most is, mint az előzőben, ott se volt rá panasz, hát most sem. Baromi jól teljesített, szóval már csak ilyen tekintetben sem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon rossz film. Én őszintén szóval a film megnézése után nem értem ezeket a kritikákat, és azt kívánom, hogy bárcsak tényleg olyan szenny lett volna, hogy mindenki leírta, mert az sokkal jobban élveztem volna. Én szeretem a trash tartalmakat, ezt tudjátok, hiszen szoktam nektek ilyenekről beszélni. Filmekről, sorozatokról, könyvekről, trash vonalon, de hát ez nem az, ez nem egy borzasztó film, egyszerűen csak kissé unalmas volt nekem, és túlnyújtott. Ha rövidebb lett volna, és kivágtak volna a musical betétekből szerintem, vagy jobb számokat választottak volna, akkor sokkal jobban működött volna ez az egész, különösen ilyen jó színészekkel, ilyen jó zeneszerzővel, és ilyen jó technikai stábbal. Szerintem egyszerűen többet ki lehetett volna hozni ebből a filmből, és akkor talán nem következne be az, hogy valószínűleg egy hónap múlva már nem fogok emlékezni igazából ebből a filmből semmire. Szóval srácok, ezt a filmet nem nagyon tudom ajánlani nektek, hogy nézzétek meg moziban, ha csak nem érdekesen hangzik nektek az, amit így elmondtam. Minden esetre én a legtöbbetek helyében valószínűleg megvárnám, míg megjelenik valamelyik streaming szolgáltató oldalán, és akkor meg lehet nézni. De ha láttatok volna, és hozzám hasonlóan katasztrófa turistáskodtatok, akkor mindenképpen írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett ez a film, mik voltak azok a részek, amik jól működtek szerintetek, és mik azok, amik kevésé jól. Van-e olyan, amit kivágtatok volna a jelenetek tekintetében, vagy sem. Én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a mai disputa, ha tetszett a videó, akkor kedveljétek és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb, sziasztok!